Sziasztok! Csütörtökön egy csokoládé műhelybe látogat majd a piros kosara, egy családi vállalkozást nézünk meg, és akkor gondoltam, hogy miért nem utassak egy nagyon egyszerű, akár három összetevős csokoládékrémet, amit pikpak össze lehet dobni, úgyhogy akár ha hirtelen vendégek jönnek, vagy a gyerekre rátör valamilyen kis csoki krém evés, akkor azt is simán meg lehet oldani vele. Ha van otthon cukormentes étcsokoládénk, akkor még akár paleo is lehet, mert az édesítő az majd datoja lesz benne. Nálam egyébként mindig van itthon étcsokoládé, akár hogyha rám tör hirtelen az a csak egy kocka valami csokoládéra van szükségem, akkor azt azzal tudom csillapítani, meg hát mi van, hogyha az embernek valamilyen csokoládés édességet kellene készítenie. Úgyhogy már is mutatom a hozzávalókat. Ahogy említettem, az egyik összetevő az az étcsokoládé, amit majd megolvasztok. Most ezt rendesen vízköz fölött jó kislány vagyok. Mivel ez nem túl édes, ezért az édességéről a datoja gondoskodik majd. Hát miután ezek elég kemények, nem tudom, hogy így látszik-e. Hallatszani viszont hallatszik, szóval ezért ezt azért egy kicsit előfőzöm egy kevés növényi tejben. És hogy mitől lesz muszos állaga? Hát attól, hogy ezt így mind összekeveri az ember. Miután egy picit megmelegítettem a datóját a tejjel, ugye hagyom kihűlni, őket le fogom turmixolni, és az olvadcsokit egyszerűen hozzákeverem a végén. Itt most jól látszik a datója leturmixolva a növényi tejjel, és itt van hozzá az olvad csoki, már is elegyítem a kettőt. Már is beletörtöm a formákba a csokoládét, amit aztán utána azért egy pár órára be kell rakni hűlni a hűtőbe. Elkészült a csoki krémünk. Én azért annyi bűnözést még elkövettem vele, hogy mielőtt betettem volna a hűtőbe, egy kis sópelyhet szórtam rá. Ettől kap egy igazán különleges ízt, és most akkor meg is próbáljuk, megkóstoljuk. Guszta kis csoki krémes állaga van. Jó étvágyat!